Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi az ő szív üzenete gyertya mágiával? Egy általános szerelmi mágikus jóslás. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt az orákelt, az ő szív üzenete, vagy gyertyamágiával, vagy anélkül. Én a sárga gyertyával dolgozom most, az jelenti a levegő elemét, a könnyűséget, a mozgást, a kommunikációt, hogy rendeződjenek a dolgok kettőtök között, hogy tisztázódjon valami. Azon kívül ez a gyertya jelenti a kommunikációt, hogy végre beszéljetek egymással. A videó végén átküldöm a gyertya energiáját. Akkor helyezd úgy kényelembe magadat, és ha eszedbe jut egy szó, vagy látsz magad előtt egy képet, akkor az is egy üzenet számodra. Ha többször megtekinted a videót, lehet, hogy új fogalom lesz, vagy egy új kép, akkor aktuálisan az egy üzenet számodra. És most megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Itt megjelenik a halál kártyája. Érdekes, hogy a német nyelvű felvételnél ezen a helyen szintén a halál kártyája volt. Ez jelenthet tényleg egy halál esetet, vagy egy örökösödési ügyet is, de mint mindig, ennek a kártyának inkább egy szimbolikus jelentése van, hiszen ő lezár valamit. És akkor lesz egy új kezdet, sőt, itt a gyermek ezt jelenti, erre utal. Valamit el kell engedni, és utána lesz egy új irány. És mi az ő terve, mi az ő gondolata? Itt megjelenik Justícia istennő, ami jelenti az igazságot, vagy mutatja az igazságtalanságokat is. Ez lehet egy bírósági ügy, például egy örökösödési ügy. A kezében van ez a kard, itt tisztázódik valami, ahogy a sárga gyertya szintén erre utal. Tehát tudtok egymással beszélni, tisztázódnak a dolgok, vagy beszámol egy örökösödési ügyről, egy bírósági ügyről, vagy ha eddig igazságtalanságok értek benneteket, azt le akarja zárni, és akkor itt megvan a belső egyensúly, lesz ez a harmónia. Tisztázzátok a dolgokat. Hogyan érzi magát? Tulajdonképpen megvan a bizalom, hiszen itt a csillagok egy részt szerencsét hoznak, más részt mutatják azt, hogy minden úgy lesz, ahogy ez a csillagokban megvan írva. Itt meg lesz az öröm, a harmónia, lesz szerencse, lesz egy szerencsés fordulat. Mit közöl veled? Itt a kettes szám rátokra utal, rád és őre, meg lesz a kapcsolat. Itt nincs harmadik személy, nem engedi meg azt, hogy valaki beleavatkozzon a dolgokba. Lesz változás, lesz egy új irány, lesz mozgás, meg lesz a bátorsága ahhoz, hogy döntéseket hozzon, és veled együtt tervezd valamit. Mit szeretne mondani, de nem mondja ki? Itt a kelyhekről van szó, és vagy ő nyújtja át számodra ezt a kelyhet beszéd nélkül, hiszen nem beszél erről, és te elfordulsz. Nem veszed észre.
Fordítva is lehet, hogy te nyújtod át a kelyhet, és ő nem veszi észre, valahogy érzi, hogy ott vagy a közelben, hogy nyitott vagy érzelmekről beszélni, de valami mégis úgy blokkolja őt. Hogy lát téged? Mint egy királynőt, így figyel oda rád, meg lesz a megbecsülés, az elismerés, elfoglalod a helyedet az ő szívében, lelkében, hiszen itt is a kelyhekről, tehát érzelmekről van szó. Mi fűz össze benneteket? Ő átnyújtja számodra ezt az arany érmét. Ez lehet anyagi segítség. Ez az arany érem jelenti a belső értékeket is. Kimutatja azt, hogy te értékes vagy számára. De vannak elvárásai, és szeretné azt, ha te is kimutatnád azt, hogy ő értékes számodra. Itt lesz egy új kezdet, egy új lehetőség, egy új irány. Lehet, hogy az égi hatalom nyújtja ezt az arany érmét át, jelenti a lehetőségeket az anyagiak terén, a munkát illetően, de a szerelemben is, hiszen ez az arany érem jelenti a megbecsülést, az értékeket, azon kívül a biztonság érzetét is, hiszen ezt keresitek ebben a párkapcsolatban. És most átnyújtom a gyertya mágiának az energiáját. Előttem egy kép jelent meg, mégpedig egy piros alma. És az alma az szimbolizálja gyümölcsöt, hogy itt gyümölcsözik. Valami lesz termés, valami kibővül, és amit az alma még jelenthet, hogy van egy ilyen lelki kapcsolat kettőtök között, és itt lesz egy újjászületés. A mitológia szerint az alma jelenti ezt az újjászületést is. Ez lehet egy új kezdet, ahol gyümölcsözni fog valami. És ez volt a szerelmi jóslás, az ő szív üzenete. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!